A Veresegyházi Veresegy Színház az elmúlt év utolsó hónapjában a Padlás című darabot kétszer is teltház előtt adta elő a Városi Művelődési Központban. A Presser Gábor, Stevanovics Dusán és Horváth Péter által jegyzett produkció, amely félig mese, félig musical, egy éjszaka alatt a kommunizmus végén játszódik le egy fővárosi padlástérben. Ezen a padláson minden megtörténhet, akár csak a mesében. Egy fiatal tudós megszállott módjára dolgozik szuperintelligens számítógépén, azonban különféle halandó és halhatatlan lények folyton megzavarják őt. A Dunakult Polgári Társulás legutóbbi decemberi rendezvényén Hegedűs Csaba volt a vendég. A mai napig sokak emlékezetében élénken él, hogy Hegedűs az 1972-es müncheni nyári olimpián, a kötött fogásúak 82 kg-os súlycsoportjában a magyar olimpiai csapat történetének 100. aranyérmét szerezte meg. A Mr. Tus becenével illetett birkózó edző és sportvezető az NFG klubban beszélt életútjáról, sikereiről és tapasztalatairól, valamint a müncheni ötkarikás játékok légköréről, miután palesztin terroristák megtámadták az izraeli csapat szállását. A DAC labdarúgó csapat a 3 hetes pihenő után január 8-án kezdte meg a téli felkészülést a szlovák élvonalbeli bajnokság tavaszi idényére. Az első tréningen 24 labdarúgó állt a Cisco Munoz vezetőedző által irányított szakmai stáb rendelkezésére. 4 különböző okok miatt hiányoztak. Az edzők decemberben egyéni edzéstervel bocsátották szabadságra a játékosokat, amit folyamatosan és az első napon is ellenőriztek. A DAC felkészülés során 3 edzőmérkőzést játszik, február 10-én pedig következik a Szakolca elleni hazai bajnoki meccs. A Magánszabadidőközpont 2023-ban is megrendezte a Tóth László emléktornát, hogy méltóképpen emlékezzen a DAC 2012-ben elhunyt legendás labdarúgójára. Négy dunaszerdahelyi alapiskola csapata mellett a Bősé és a Csilizradványi alapiskola együttese küzdött a minél jobb helyezésért a városi sportcsarnokban. A győztes a Jilemnyicki utcai alapiskola csapata lett, amely a döntőben 6-1-re legyőzte a Bősi gárdát. A harmadik helyen a Vámbéri Ármin alapiskola végzett, amely 2-2-es döntetlen után büntetőkkel múlta felül a Szabó Gyula alapiskola együttesét. A Dunaszerdahelyi Birkózóklub évértékelő rendezvényén Puha György alpolgármester jelenlétében az egyes korosztályok legjobbjait díjazták. A 2023-as év sikeres volt. A birkózók a korosztályos országos bajnokságokon összesen 36 érmet, ebből 16 aranyat szereztek. Szabadfogásban a harmadik legsikeresebb szlovákiai klub lett a Dunaszerdahelyi. A versenyzők a nemzetközi versenyeken összesen 145 érmet harcoltak ki. Az eredmények közül kiemelkedik Hegedűs Réka 5. helye az U20-as világbajnokságon, valamint Görcs Lara 9. helye az U17-es Európa-bajnokságon. A HC DAC női kézilabda klub és a Magánszabadidőközpont átdobó tornát szervezett. A helyszín a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium tornaterme volt. A rendezvényen a Vámbéri Ármin alapiskola, a Szabó Gyula alapiskola, a Kodály Zoltán alapiskola, a Jilemnyicki utcai alapiskola, a Smetana Ligeti alapiskola és a Diós Patonyi Móri Zsigmond alapiskola több tucat elsős és másodikos tanulója vett részt. A cél a mozgás népszerűsítése és a versenyszellem fejlesztése volt. A szervezők nem hirdettek győztest, hanem mindenkit jutalmaztak.